Sokat beszélgettünk már itt a Promontor TV-ben is különböző vendégekkel arról, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk most 2023-ban, és milyen nehéz volt a tavalyi év. Azt gondolom, hogy ez a szociális szolgálat 22 életében is megjelenik. Köszöntelek a stúdióban. A tavalyi évről fogunk beszélgetni, és egy kicsit az idei tervekről. Hát ugye a háború az lelkileg, nem csak gazdaságilag, lelkileg is beárnyékolja az életünket. Ez mennyire látszik a munkátokon, a gondozottak lelki világán? Hát én azt gondolom, hogy a háború az kevésbé. Ugye a 20-21-es év az már megalapozta a 22-es évet, így bár mi nem voltunk zárva a 20-21-ben, mégis sokan voltak olyanok, akik nem látogatták mondjuk a nappali intézményeinket, a járványhelyzetre tekintettel, így tulajdonképpen nekünk 22 elsősorban arról szólt, hogy olyan programokat szervezzünk, amikkel esetleg örömmel vagy szívesen bejönnek és újra visszaszoknak, hiszen nagyon sokan közülük egyedül élnek, és épp ezért a közösségnek egy nagyon fontos szerepe van a mindennapokban. Így bevezettük 2022-ben az örömtánc és a kutyaterápia mellett a gyógytornát is az összes nappali ellátásunkban, illetve próbáltunk olyan aktív programokat szervezni, melyekkel a fiatalabb, tehát mondjuk a 80 év alatti időseket is be tudjuk vonni a nappali ellátásainkba, és ennek kiváló terepet adott az, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közművelődési pályázatán 500 000 forintot nyertünk, kifejezetten az idősek részére, kulturális programok szervezésére. Ennek köszönhetően több mint 50 fővel eljutottak a Dinnyési Várparkba, ahol kézműves foglalkozáson is részt vettek, illetve ennek a pályázatnak a keretében a Szépművészeti Múzeumban tárlatvezetésen, a Zeneházában épületsétán, valamint színházi előadásokon vettek részt, és 4 alkalmas adventi programokat szerveztünk, mely egyben a generációs találkozót is összekötötte, hiszen a Rózsakerti Református Iskola tanulói is közösen készültek az idősekkel, akár az ajtódíszekkel, vagy éppen különféle adventi koszorúkkal. Tehát ez volt az egyik célunk. A másik célunk az volt, hogy a háborúra visszatérve, hogy elsősorban az energiatakarékosság jegyében sikerült megvalósítanunk azt az Ember és Érdekvédő Egyesülettel, hogy több mint 157 családnak tudtunk energiatakarékosságot segítő eszközöket nyújtani, ugye ilyen például a perlátor, vagy a különféle hőtakarékossági eszközök, valamint emellett sikerült még különféle élelmiszeradományokat is nyújtanunk azoknak, több mint 400 családnak a kerületi gyermekjóléti központ együttműködésével, akik igazán könnyebbé tudták tenni esetleg valamennyivel a karácsonyi időszakot. Tulajdonképpen így közvetve és közvetlenül mennyi emberen gondoskodik most a szolgálat? Az idősellátásainkban én azt gondolom, hogy a programoknak köszönhetően is több mint 15%-kal nőtt a létszám. Az összes többi ellátásunkban változatlan, tehát körülbelül olyan 600-700 fő, és hogyha ezeknek a személyeknek a családját is ide vesszük, akkor gyakorlatilag több ezer fő az, aki megfordul vagy érintve van a szociális szolgálat szolgáltatásai által. Milyen tervek vannak idén? Mindig azzal szoktam kezdeni, hogy az elsődleges célunk az, hogy a meglévő szolgáltatásokat zavartalanul biztosítsuk. Ugye egyrészt ennek az a feltétele, hogy a fenntartó biztosítsa azokat az anyagi és tárgyi eszközöket, amelyek ezt lehetővé teszik, másrészt olyan személyi feltételek megmaradjanak, melyekkel eddig is dolgoztunk. Ugye jelen pillanatban is vannak üres álláshelyeink, például a házi segítségnyújtásba várunk még 2 főt, de továbbra is az a célunk, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítsuk, valamint 2022-ben elmaradt a sporteszközparkunk bővítése, ugye a nagy tétényben, illetve a fogyatékos ellátásunkban már van az épület kertjében eszközpark. Ezt 2022-ben a 16. utcában a demens ellátásokba szerettük volna bővíteni, de ez elmaradt, így az a célunk, hogy 23-ban ezt megvalósítsuk. Egy picit még visszatérve a Covidra, ugye a Covid lecsapódása azért az tavaly érte el minket igazán. Megjelentek-e új problémák, vagy új problémakörök az ellátottak életében, helyzetében? Nem, igazából a dolgozók körében jelentek meg, mert hogy mi folyamatosan látjuk el a COVID-fertőzött időseket is, vagy a rászorulókat, és így folyamatosan voltak és vannak jelenleg is COVID-fertőzött munkatársaink. Tehát tulajdonképpen a kieső munkaerőnek a pótlása, a helyettesítések azok, amik esetlegesen nehézséget okoznak a mindennapokban.
Hát akkor nagyon jó egészséget kívánok minden munkatársadnak, és hát ezt a hasznos és nagyon fontos munkát sok erővel is itt végezzétek idén, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen.